Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és betartanám az ígéretemet, miszerint az összönsugalati videónál megkértek titeket, hogy írjátok le az általatok legizgalmasabb, legepikebb jelenetet, amit elértetek a Battlefield sorozaton belül, és ti írtatok, és én ígértem, hogy be fogom olvasni a legjobb hármat, nos hát nem három lett, hanem többet fogok beolvasni, nem sokkal többet, mert marha jó sztorikat hagytatok ott. Nem kívánok felállítani sorrendet az epikségben, de aki elég ügyes, az észre fogja venni a sorrendet, hogy úgy mondjam, és kíváncsi vagyok rájöttek-e mi a sorrend. A következő pedig azt mondom, hogy nagyon figyeljetek a gameplayt, mert a gameplay és a beolvasott kommenteknek egy javarésze kapcsolódik egymáshoz. És ugye itt egy metrót játszunk Ránst, és onnantól érdemes nagyon figyelni. Az elé is nagyon jó volt, csak nagyon sok áldozatba került. És amikor már beértünk a metróba, onnantól nagyon a mondani való is majd nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mondani szeretnék. A másik része a játéknak pedig a Caspian Border féle TDM, ahol igyekeztem nagyon felmérni a terepet és előnyére fordítani a csapatomnak a változásokat, hogy az első része egy ilyen terepfelmérésből áll, a következő része pedig, hogy úgy mondjam, hogyan menjünk be az ellenség háta mögé és lepjük meg, és igen, jól sikerült. Na de most, akkor kérem szépen jöjjenek a kommentek. Nos, akkor az első komment, de Tippio, ha jól olvasom a nevét, BF3-ra Grand Bazaarra becsatlakoztam két jó haverommal, rásolt, és amikor leszponoltunk, egy tikete volt a csapatunknak, de csak egy M-komot kellett felrobbantani, egy tikit, egy M-kom, hogy tovább jussunk. A második bázis A M-komja volt az, haverokkal, M320-asokkal előre törtünk, bekapcsoltuk és felrobbantottuk. Utána leszponol a tankunk, beszállok, a következő bázis B M-komjánál kempelt az egész ellenséges csapat, tankkal rájuk komlasztottam a falat. 8-as multikill. A maradékot a csapattársak kiszedték ezt a bázist, és az utánit is elvitték, és megnyertük a meccset. Ez a meccs volt valaha átélt legepikebb 15 percem akármilyen játékban. Hát igen, azért Grand Bazaarra, ha már jól ki tudod használni a helyzetet, és be tudsz az ellenfélbe jutni, hihetetlen kiszrikeket tudsz elérni, na de azért tankkal ráomlasztani az ellenségre a falat, na, ahhoz azért kell egy bizonyos mak is. Azt mondja, következőt írta Gábor, Vince, C4-ezett autóval beleugratni az ellenséges atak chopperbe, felejthetetlen. Hát persze, mi kell ennél több, ugye? A Battlefield, hál' Istennek, azért nyújt egy ilyen élményt, hogy így bele, tehát epic jeleneteket össze lehet tényleg hozni. Nos, a következő komment lenne Zsiga gyerektől. Nekem Battlefield 3-ban volt, hogy a térképen egy tankot jelzett. Gondoltam, befüstölök neki, megyek egy hídra. Értem, majd azt vettem észre, hogy mögém jött a tank, na futás. Szerencsére a tank mellé lőtt kétszer, és azért ez nagyon komoly. És ugrás előtt még gyorsan az RPG-t elővettem, és ugrás közben rálőttem, bum, két gyereknek is annyi volt. És az még nem minden, jött egy páncélos, de az már lent, és azt is gyorsan még lelőttem, annak elég volt egy. De csak egy killt kaptam, mert a többi kiszállt gyorsan, Scar H és ratatata mindegyiknek annyi volt, kb. 3-4-en voltak, soha nem felejtem el, amit ott megcsináltam. Ugye itt lenne az a szuper katona élmény, és amikor az ember azért belendül, akkor nehéz visszafogni. A következő kommentet Tibi kolléga írta, na igen, azért neki szoktak születni jó dolgok Battlefield-en belül. Azt mondja, hogy a legemlékezetesebb jelenetem az volt, mikor Dawnbreaker-en Battlefield 4 egy atak heliben ültem, és B pontnál két tankot is kiszedtem a rakétákkal, majd amivel egy kicsit későn kapcsoltam, az anti-air majdnem kilőtt az utolsó pillanatban, még ki tudtam ugorni, és engem lelőni szándékozó anti-airt valami hihetetlen módon fölötte ejtőernyőzve ki tudtam C4-ezni, majd földetérésem után két embert lelőttem, és a nagy izgalom hevébe ide-oda rá az egeret, azt vettem észre, hogy a képernyőn egyszer csak megjelenik egy counter knife. Visszakéselés, megnyomtam azt a bizonyos F-betűt, és amikor az elevelben visszafordítottam a kést, akkor egy pillanatra Terminátornak éreztem magam. Felejthetetlen jelenet sorozat volt, azt meghiszem. Ami pedig ide vezetett, az volt, hogy elhatároztam, hogy minden lehetséges módon életben maradok, akár csak egy igazi csatában. Elhatároztam, és sikerült is. Nagyon jó volt. Na igen, ez egy olyan tipikus, olyan
olyan jelenet, ami igen, hogyha eldöntöd fejben, hogy meg akarod csinálni azt, hogy életben maradsz például egy adott szituációban, akkor sikerül is. Na és az utolsó komment, az Gábor Petró írta, nekem a legepikebb két egy haverom hozta össze, amikor átjött hozzám. A csávó életében nem játszott kontrollerrel, így iszonyat gyengén játszott. Egyszer csak úgy döntött, kipróbálja a sniper. Leszponolt és csak random lőtt egyet, és akkor no-scope headshot-tal kiszedett egy gyereket egy mozgó jibből, ami kb. 30 méterre volt tőlünk. Kb. Fél órát rögtünk utána, én meg nem bírtam elhinni, hogy a haverom, aki ezelőtt még egy percet sem játszott kontrollerrel, ekkora killt lőtt. Nos, ezek lettek volna, ez az utolsó, ez elképesztő, szóval azért a masszív magnak megvannak a határa, kicsit magamra emlékeztem, amikor először fogtam kontrollát, Call of Duty van a kezembe, hát azt sem tudtam, hogy hol az ég meg a föld, de azért néha sikerült lelőni valakit, és akkor nagyon boldog voltam. Nos, ezek lettek volna a kommentek, remélem tetszettek. Na, ki vette észre, hogy melyiket szántam a legepikebbnek, ami számomra az volt. Nos, de akkor egy kicsit térjünk rá a témára is. Látjátok ezt a pontot? Ez volt az a pont, ahol a köcsögjáték átállított a védelem oldalára a támadás oldalról. És kicsit dühös voltam, de akkor már kihasználtam ezt a helyzetet, és egy kis kill boostot adtam magamnak. Itt megpróbáltam visszaállni, de nem sikerült. Hogy miért akartam olyan görcsösen visszaállni? Mert remek játékot futottam az előző, a támadó körben. Amúgy is jobban szeretek támadni. És a téma, amiről szeretnék ugye beszélni, az a szükséges lépés. Tehát ha például Rush játszunk, vagy akár Conquest, teljesen mindegy, Battlefieldben van egy olyan fogalom, vagyis számomra van egy olyan fogalom, és az a szükséges lépés. Jártatok már úgy, és válaszoljatok erre a kérdésre, hogyha szeretnétek. Jártatok már úgy például, hogy BF4-ben, vagy bármelyik BF3-ban, ahol nehéz a pálya, Rush szempontjából akár, és BF4-ben most egy Operation Lucker-rel például hoznék, jártatok már úgy, hogy végigmentetek az összes M-comon? Tehát az összeset sikerült a csapatodnak felrobbantania? És ha igen, ki volt közületek az, aki tudta, hogy azért robbantották fel az összes M-comot, mert ő meghozta azt a lépést, mert hogy te meghoztad azt a lépést, amitől a csapatod előrébb tudott nyomulni, és fel tudták robbantani az M-comot. Na, erre a két kérdésre kéne válaszolni, és itt szeretnék ugye kitérni arra a bizonyos szükséges lépésre, miközben bemegyek itt az ellenség háta mögé, amennyire csak tudok, mert bosszút akartam állni azért, mert átállított a védelem oldalra, úgyhogy teljesen bementem mögéjük, és összehoztam egy 9 killstreaket, hál' Istennek, aztán túl merész voltam természetesen, ahogy szoktam. Mert eddig támadóban más nem csináltam, hogyha sikerült figyelni a gameplayre, betámadtunk, letettem egy spawn beacont, előre nyomultam. Majd amikor lehetőség volt rá, kiugrottam, felmértem a terepet, lelőttek, nem érdekes. Felmértem a telepet, tudtam, hogy mi van, mentem következő lépésnél előre, kiszedtem egy-két embert, spawn beacon le, megyünk tovább. És Rushban nem arról beszélek, hogy használjátok spawn beacont, hanem arról beszélek, hogy például Rushban vagy Conquest-ben bármiben van egy adott játék, egy adott mozdulat, egy adott jelenet, amit meg kell lépned azért, hogy a csapatod nyerjen. Hogyha még akkor is beszélek olyasmiről, főleg akkor beszélek olyasmiről, amikor például idegenekkel játszol, és nincsenek melletted a haverjaid, hogy meg tud csinálni azt a bizonyos lépést. Még jobban. És amikor egyedül vagy, és azt szeretnéd, hogy élvezd a játékot, és hogy nyerjél, és hogy felpörgesd magadnak, és hogy legyen adrenalin, akkor bizony van néhány dolog, amit meg kell tenned azért, hogy nyerj, és ez például az a szükséges lépés, amit tudsz, hogy meg kell tenni, hogy igen, most lehet, hogy lelőned, de ki kell ugorjak a saroknál, hogy lássam, hogy esetleg a csapattársaim, a squadom lássa, hogy mihol helyezkedik, és hát, hogyha előre tudnak nyomulni, és ezáltal egy jobb pozíciót szerzel magadnak, és akkor te is be tudsz nyomulni. Ennél a TDL-nél, itt a Caspian Bornál például ez történt. Az eleje az egy ilyen felmérés volt, hogyan tudok bejutni mögéjük, és aki játszik Caspian Bornál TDL-t, az tudja, hogy nagyon kétoldalú lesz a harc. A csapat egyik fele a pálya egyik oldalán, a másik oldalán, és így próbáltam
életben maradniva, és hát megpróbáltam inkább bejutni mögőjük, és amikor először sikerült, akkor rájöttem, hogy a következő lépésnek mit kell tenni, és ez egy jól elhelyezett MCOM volt azért, hogy a csapatom egy olyan előnyhöz jusson, hogy mindig az ellenfél háta mögé kerüljön. És ez a lényeg ennek a bizonyos szükséges lépésnek. És hogy miért egy különleges dolog ez a szükséges lépés, és miért emeli fel a játékélményedet, és miért lesz jobb és több ettől a játékélmény. Azon kívül, hogy a te agyad, és hogy úgy mondjam, zsenialitásodnak köszönhetően nyer a csapatod, az azért őszintén szóval az felbecsülhetetlen, legyünk őszintén, nem? Szóval olyan dolgot csinálsz a pályán, amit más nem akar és nem mer. Sokszor például biztosan nézitek ti is néha X-Factornak a videót, epic killeket csinál a stressz, tehát olyan masszív multikillek, az hihetetlen, de néha úgy veszem észre, hogy sokszor egy komfortzónán belülről öl, tehát komfortzónán körül öl, tehát nem nagyon megy bele a csatába, csak így szépen kívülről kiosztja a népet, de sokszor van az a másik, amitől lesz ez a szuper katona feelinged, és amikor kigondolod a taktikát, kigondolod a lépést, és te megléped azt a csapatodnak, vagy a squadodnak, és ezáltal egy olyan előretörést csinálsz a csapatodnak, az, őszintén szólva, azért aki battlefieldezik, az tudja, hogy felejthetetlen élmény. Mert Call of Duty-ban kell az akaraterő, ahhoz kell, hogy többet ölj, mint a másik, és hogyha azt akarod, hogy a csapatod nyerjen, és látod, hogy gyengébb a csapatod, vagy nem jön rá, hogy mit kell csinálni, akkor többet kell ölj, úgy tízzel, mint az ellenfélnek a legjobbja, és akkor gyakorlatilag rajtad múlik egy meccs, hogy nyertél-e vagy sem. Viszont Battlefieldben akkor múlik rajtad egy meccs, ha meghozod azt a lépést, amitől a csapatodat képes vagy taktikai előnybe juttatni, és nem a killekről beszélek, ugye. Mert hogyha a csapatodat képes vagy egy taktikai előnyre juttatni, mint ahogy itt először nekem is sikerült felmérni, hogy hogyan lehet bejutni az ellenfél mögé, akkor onnantól kezdve már nincs megállás. Onnantól kezdve már gyakorlatilag meg tud lépni azt a lépést, ami masszív multikillhez tud vezetni. Hogyha például az a cél, egy TDM-en belül miért is ne. És vagy egy rush-on belül ugye, következő spombikörről spombikörre haladsz, hogy kinézed azt a megfelelő spombikör helyet, kiugrasz, hogyha kell, nem baj, hogyha leölnek, de utána már ki tudsz agyalni egy olyan tervet, amivel előre jut a csapatot, nem beszélve arról, hogy lehet észreveszed, hogy mit csinál az ellenfél, és hogyan mozgolódik, és netán nekik is van-e valami spombikönyük a környéken. Szóval a legtöbb ember Battlefield-en belül félti a killstreakjét, félti az életét, és kényelmesen lövöldözik távolról. Például ugye, amikor az ellenfél rásban az ellenfél háta mögé törtem, volt egy srác, killstreak stab 140, tehát 14-es killstreakjét állítottam meg, amikor sikerült bejutnom az ellenfél háta mögé. Most azért, az jó játék persze, az ember kicsipázgatja onnan őket távolról, megcsinál 14 killt, de egy idő után, móka az is, de egy idő után azért ott vagy egy Operation Metron, egy olyan pályán, ahol nagyon jó pörgős játékot lehet csinálni, és akkor gyakorlatilag más nem csinál, csak campelsz, és támadó csapatban vagy. Szóval megvan a campnek is a szerepe azon a pályán, de azért meglépni azért azt a lépést, amitől a csapat egy olyan előnyhöz jut, az azért nem semmi. És itt is gyakorlatilag mi történt, sikerült meglépnem azt a bizonyos lépést. Persze útközben már tettem le egy bizonyos ugye MCOM-ot, és akkor már bocsánat, MCOM-ot miről beszélek, Spawn Beacon-t, és a csapatom már rá tudott spawnolni, és így gyakorlatilag rá tudtuk mindig nyomulni az ellenfélnek a tér felére. Nem beszélve arról, hogy amikor a rásnál be tudtam nyomulni, ugye már átdobott a játék gyakorlatilag védelembe, és akkor úgy döntöttem, hogy bemegyek a támadó sor háta mögé. Az a pár pillanat, amíg én ott megcsináltam azt a pár bizonyos kilt, az a pár pillanat elég volt ahhoz a védelemnek, hogy összeszedje magát, hogy ne tudjon tovább menni, ne tudjon tovább menni az ellenfél csapat, és végül megnyertük egyébként azt a meccset, a védelem, vagyis hát a védelem megnyert azt a meccset, mert nem sikerült felrobbantani azt a bizonyos B pontot, amit nekem sikerült előtte beélesítenem. Szóval ez elég vicces volt, de mind a két esetben nagyon örültem, hogy egy olyan játékot és egy olyan taktikai lépést sikerült csinálni, amivel a csapatomat előhöz tudtam juttatni, és ez azért nagyon jó élmény. Nagyon jó élmény, amikor 48 ember
lövöldözik össze-vissza, és egynek nem jut eszébe, mert hogy félti a kisztrikét, félti az életét, vagy akármilyen oknál fogva, csak nem jut eszébe, mert más nincs a fejébe, csak lőni, hogy nem jut eszébe, hogy úristen, lehet, hogy erre megyek, akkor sokkal több kilt tudok összehozni, és nagyon jó érzés, amikor neked, te megcsinálod azt a lépést, és meg kell csinálnod azt a lépést, ahhoz sokkal nagyobb és sokkal élménydúsabb játékra emel ezt az egészet. Van egy ismerősöm, Tibi kollégő, tipikusan olyan, ő nyerni fog. Szóval olyan nincs, hogy ő ne nyerjen, ő nyerni akar, ő nyerni fog, mindig megteszi azt a lépést, amit olyan helyzetre jutott minket, ha esetleg vele játszunk, amivel masszív killeket tudunk elérni. A következő videóban azt hiszem a lövés két módjáról fogunk beszélgetni, hogy hogyan nyerjük meg Battlefieldben ilyen lövész csatákat, hogy úgy mondjam. Nos, köszönöm a figyelmet, Necroping voltam, sziasztok!